Fotó a díszpolgárjog levél átadása után, idén Szekszárdon a városnapi alkalmából Velence István, a helyi tűzoltóság korábbi parancsnoka vehetett át díszpolgári kitüntetést. Ilyenkor az ember visszaemlékszik mind a 38 évre. Ugye már 38 évig voltam tűzoltó, 26 évig parancsnok, és hát arra gondoltam, hogy ez egy akkora megtiszteltetés, hogy azt hiszem, hogy az országban az első tűzoltó parancsnok vagyok, aki a díszpolgári címet kapta. Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet Korcsmár István, az Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója vehetett át a városnapi ünnepi közgyűlésen. Természetesen, hogy én kaptam, ennek nagyon örültem, de igazán ami megdobogtatta a szívemet is, aminek nagyon örültem, az az volt, hogy a kollégáim közül hatan nyertek el elismerést, és ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy érdemes ezért a városért dolgozni, érdemes jól dolgozni, és számomra az, hogy a hat kollégám kapta a kitüntetéskor a legnagyobb tapsot, ez mindent vitt. Posztumusz Pro Urbe díjat idén két személy, Sebestyén Gyula, a Szekszárdi Elektrolit Kft. Egykori vezetője, és Béres János, a Szekszárdi Jazz Quartet hajdani tagja kapott. Ács Rezső a város polgármesterek köszöntőjében arról beszélt, fontos, hogy évről évre elismerjék azokat, akik sokat tesznek vagy tettek Szekszárdért, példaképeket állítva így másoknak is. Ezek a díjak ilyenkor egyfajta elismerések, de egyfajta ösztönzés is, hiszen ezek az emberek, ezek a múltban tettek valamit a városért, de ezzel arra szeretné őket kérni és ösztönözni, hogy a jövőben ugyanígy folytassák a munkájukat, és segítsék Szekszárd közösségeit, a várost, a jövő generációit abban, hogy jól érzik magukat így Szekszárdon, illetve hogy megtalálják a számításukat így Szekszárdon. Idén a városnapi alkalmából minden korábbinál többen, összesen 27-en vehettek át elismeréseket.